A Nemzeti Ménesbirtok és Tanggazdaság ZRT-hez évek óta folynak az állami milliárdok, így nem okoz gondot egy újabb felújítás. Legutóbb közbeszerzést arra írtak ki, hogy kocsiszínt, illetve versenyistállót építsenek, mindezt 1 milliárd forintból. A versenyistálló érdekessége, hogy 1000 négyzetméteres lesz, és emberközeli burkolatot kap, azaz svéd padlót, a kocsiszínt pedig 1286 négyzetméteres. A Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tanggazdaság ZRT-ről legutóbb azért írtunk, mert közérdekű adatigénylés után derült ki végre, hogy kinek adott a kormány a választások előtt 15 milliárd forintot. Az Enfor összesítése egyébként azt mutatja, hogy 4 év alatt 44 milliárd forint tőke jutott a Nemzeti Ménesbirtokhoz. Ugye ez már alapítványi kezelésbe került, az alapítvány pedig Lázár János vezeti. Ha érdekel a cikk és a további részletek, kattints a linkre.